Szeverényi István vagyok, 1924. augusztus 5-én születtem, Kecskebét mellett lévő Batkó pusztán. Édesanyám Lipkovics Franciska, háztartásbeli volt, édesapám Szeverényi János erdőőr volt. A család Aldeblő Taktaszadasztán arról részül került Kecskebétre, az erdő, ahol dolgoztak, az egyik háttalani volt. Család keresztény szellemben, katolikus szellemben volt nevelve. 90 voltunk testvérek, abból 5 férfi, 4 leány. Az 5 fiúból mind volt katona. Egyetlen egy mégis megúszta, úgyhogy csak a felvidéki bevonuláson vett részt. A Mátyás legrégebb, Mátyás, aki 1908-ban született, és az már a 40-es, az erdélyi, a délvidéki és a doni harcokban nem volt behívható, mert 4 testvére, másik 4 testvére önkéntesként szolgált a magyar hadseregbe. Én Matkó pusztán jártam iskolába, Varga Olga tanítónéni tanított az egy-nyolc osztályt, és akkor elbeszélés szerint rossz fiú voltam, aztán bár jó tanuló, de később aztán bekerültem Kecskebétre, és a Budai úti iskolában végeztem be általános iskolámat. Utána elkerültem a Katona József gimnáziumba, és egy évet jártam a Reál gimnáziumba. Akkor Reál gimnázium megszűnt, és akkor átmentem másodikba a polgári fiúiskolába. És a polgári fiúiskolába ott kitűnő eredménnyel végeztem a tanulmányaimat. Akkor volt lehetőségem, hogy tovább tanuljak, és volt lehetőségem, hogy katonai pályára lépjek, mert akkor már 2 bátyám önkéntes katonaként szolgált, egyik a repülő egységnél, másik páncélosoknál. Aztán végén én úgy döntöttem, hogy én is el katonai pályára lépek, és más lehetőségem nem volt, mint fiatalom, 15 éves koromban jelentkeztem az Ezzel zenekarban zenészi munkakörben, illetve zene növendéknek. Próbál felvételén megfeleltem, és már 1939. augusztus 1-én engemet, mint gyakornokot, zene növendéket felvettek a Zrí Miklós 7. Honvéd gyalogezred Ezzel zenekarában. Trombitát játszottam, és hát az volt a terv és a cél, hogy a zeneművészeti főiskolára, szóval magasabb szinten képzem majd magamat, de a háború, mint abban az időben, minden fiatal ember életébe beleszólt. Megváltozott az én elképzeléseim is. Zenész helyett Erdis pályára kerültem. A zenei életről, az egy gyakornoki életről az egy-két dolgot elmondanék. 16 évesen nagyon kellemetlen volt reggel 6-kor az ébresztő, akkor hideg vízbe, a mosdóba mosás, derékig mosakodás, tisztelgési gyakorlat itt az udvaron, utána reggele, utána pedig jöttek a zenekari próbák. Hát a család is, főleg a szülők nagyon oda voltak értem, és én is azzal a gondolattal foglalkoztam, hogy tovább kellett tanulni és leszerelni. De eltelt egy fél év, és rájöttem, hogy megszerettem a zenét. A zenekar együttes, akkor már 30-50 fős zenekar volt, Varga Lehel volt az ezreddobos, és mind jobban megszerettem a zenét. Aztán már jártunk a zenekar minden vasárnap istentiszteletre a pianista templomba, és 200 mindig jött utánunk, előment a zenekar, és utána pedig mindig térzene volt, hazaértük a templomból, utána térzene volt, visszavértük a laktanyából, átöltöttünk, átkucoltunk a hakszert, és kimentünk a főtérrel, ott a zenekar minden vasárnap ott tartott zenekari próbát, térzenét, ami
nagyon-nagyon sok látogató és hallgatója volt ennek az ünnepségnek. 1939. augusztus 1-én voltam a zene növendéknek, és amikor 1941-ben akkor avattak engem zenész honvéddá. Tehát gyakorlatilag akkor hivatalosan átminősítettek aktív katonának. Katonanap alkalmával kaptam egy emléktáblát, emlékplakettet. Jó katona voltam, jó zenenövendék voltam, és hát kaptam ezzel parancsnoki dicséretet egy plakettba. A család akkor már két bátyám katona volt. Egyik mondom a páncélosoknál, másik a repülősöknél. És akkor jött az 1940-es, illetve ezt megelőzően Kecskeméten volt egy hatalmas nagy gyűlés itt a főtéren, itt a nagy templom előtt ott nem volt egy fa se, tiszta üres tér volt, az egész Csáki, Rós Csáki István, szóval ott a külügyminiszter, azt tartott egy ilyen buzdító beszédet, és azt követően nem sokakán következett az 1940 év, amikor szóba került az Erdély bevonulás, Erdélynek a megtámadása és az erdélyi részek visszafoglalása. Már akkor nem volt lehetőségem variálni, hogy megyek vagy maradok. Egyszerűen az ezred zenekarral besoroltak a menet közé, és 1940-ben Békés Csaba mellett lévő Okányba, még Sarkal erre a térségre tartózkodtunk és vártuk a parancsot a támadással. Közben a bécsi döntés ezt lenullázta, és ennek eredményeként a magyar csapatok minden fegyver ropogás nélkül, tehát harc nélkül visszafoglalták, illetve bevonultak az erdélyi területekre. Ezenet akkor visszahozták, utólag jöttem rá, vagy jöttünk rá, hogy gyakorlatilag azért, hogy minélkünk már szerepet, már nem nekem, hanem az ezrednek szerepet szántok arra, hogy majd a délvidéki bevonulás, illetve a délvidéki visszafoglalásában vesz részt egy friss katonai erő. Tehát Erdély bevonulás után mi hazajöttünk, mi nem vonulzunk Erdélybe, viszont 1941. április elején 9-11 között bevonultunk délvidékre. Újvidéken szolgált az ezred, de az ezred zenekar az gyakorlatilag az egész délvidéket bejárta, zenekari térzenéket tartva. Nyár után, nyár végén, akkor Óbecsére helyeztek bennünket, ott a Ferenc csatornán volt egy hajó, és ott volt a zenekar elszállásolva, és ott minden este térzene volt a Óbecsén a városház előtt. A magyarok örömtek, nem mindennapi volt. Pacsíron volt ő, meg Feketics volt ő. Probléma, hogy bevonultunk mindjárt, mert ott, amikor vonult az egység a hadosztályt, Újvidék felé, Szent Tamási hídon keresztül, Szent Tamás felé ott egyszer csak elkezdtek lőni. Úgyhogy mi a lovaskocsik alatt találtunk menedéket. Volt szerencsém a fiammal, két fiammal, meg egy onnan származó személlyel végén ugyanazokat a helyeket, ahol a háborúban. Úgyhogy megnéztük a bunkerokat, mindent. Végigjártuk ezeket a helyeket. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a szabadkai erdőgazdasággal, és ilyen kölcsönös tapasztalatszeréket tartottunk egymásnál. Amikor hazajöttünk a délvidékről, akkor alakult meg a 13. könnyű hadosztály, a 4. hadtestből, és a 13. könnyű hadosztály, ami 12-13 ezer főt számlált, emlékezetem szerint Grassi József volt a hadosztály parancsnok. Volt egy hatalmas ünnepség, búcsúzás 1942. május elején, és akkor utána jött a parancs, hogy részletesen vagonírozzák az egységeket, és viszik ki a frontra. Akkor már tudtuk, hogy a Donhoz készülünk, igen ám,
de a vonat szeredvényünk megállt, és Gobel térségébe, ez Ukrajna, Riesica nevű kis városba kiraktak bennünket. Gyakorlatilag a fő vonalak, amikkel mi mentünk volna Donhoz, ott annyira zsúfolt volt lőszer, harckocsi, utánpótlás, élelmezések a szállításával, hogy egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy járművel, illetve vonattal menjünk. A másik ok pedig az volt, hogy abban az időben nagyon sok volt a partizán támadás. Tidalmi könyvhadosztály törzse, az Medvezsina poljánába, az Uribi folyótól körülbelül 15 kilométerre ott települt meg. A hadosztály iskolában volt elrendezve, az edzőterekben is ott kapott helyet. Ott volt az ellátó oszlop a templomba, tehát az ellátó az utánpótlás, lőszer, élelem, ruházat, minden. És ott volt még a konyha, mert a főtételt az ömmel a hadosztály területéről hordták. Vibó Zoli, aki tartalékos pisztolyt, géppisztolya átment a Donon, átment az alakulat a Donon, és maga az Uri városnál ilyen két tusába keveredtek, és két sérült magyar katonát is visszasegített, és ő is harcolt ottan, és akkor kapott vitési kérmet is. Mi akkor zenekar témát játszottunk csapatoknál, általában német, olasz, magyar katonai csapatokhoz vittek bennünket központba, parancsnokságokra koncertet adni, és ezen a koncerten, a zeneszámokon részt vettek a hadosztály, az ezred, vagy az éppen az egységnek a vezetése, részt vettek, akik sebesültek, kijöttek a frontból is, nem kerültek kórházba, részt vettek, akik váltásra jöttek, hogy majd mennek ki az első vonalba, volt, aki pihenésre bejött az első, tehát gyakorlatilag mindig nagyon sokan voltunk. Mi Uriftól elkerültünk Korotojákra, hát Korotojáknál és Korotojákból Osztrakoszba, és mi gyakorlatilag 1943. január 20-a körül akkor jöttünk el Osztrakoszból, mert Osztrakosz nagyon pontos ilyen centrum volt, ott hatalmas ellátó oszlop a magyar hadseregnek, szalonna, téli ruha, lőszer, minden, amit el lehet képzelni, melegkesztyű, sálak, amit idehozott küldtek csoportosan valószámra. Gyakorlatilag utóvédek voltunk, mert a németek, meg az idegen csapatok, meg a magyar csapatok is kivonultak, csak az ezred, illetve a hadosztály maradt Osztrakoszban. És akkor mi a Szosztja folyó mentén vonultunk visszafelé. Mi az ezredzenekar munkája mellett elsősorban a hadosztály védelmét láttuk el. Voronyes térségében volt a nagy áttörés. És Osztrakoszt akarták mindenki visszafoglalni az oroszok, mert az ilyen központ volt vasút is, utánpótlás szempontjából is. Azután mi elkezdtünk jönni Osztrakoszba visszafelé, körülbelül 120 kilométert tettünk meg, szörnyű volt. Volt, aki megsebesült és kocsira tették, vagy százszázak kocsira, szánkóra, kis orosz póni róver húzta szánkot. De hát ott is adott tanulja voltam, hogy a németek a magyar sebesülteket lemelték a szánkorról, és akkor német katonák ültek fel, és ott mentek tovább. Mentünk a köves úton visszafelé, hét ábra sütött a nap, égetően, és közben 35 fok hideg volt. Az út jobb bal oldalán 50 centis, 70 centis hófúvások. Szembe megjöttek az orosz repülők, akik sorozatot adtak le, és lőtték a visszavonuló magyar, német, oroszokat, román katonákat, akik fordultak visszafelé. Ott láttam, hogy találtam olyan, hogy az ember a hóban megfagyott, ott át üvegesett szemekkel nézett, azt hitt az ember, hogy én mikor odaért, akkor látod, hogy halott.
nem csak a csapatok kerültek, mindig az orosz csapatok mindig kerültek az egység elé, és akkor mindig be akartak keríteni. Mellette még nagyon sok volt a partizán. Úgyhogy már az utakon nem is nagyon lehetett menni, nagyon sokan mentünk. A két út között, ami mentünk, és jobbra volt egy 5 kilométerre egy másik út, két út közötti területen ott gyalog jöttünk visszafelé. Legalább 5-ször kellett az orosz csapatokon keresztül jutni a magyar csapatoknak, és a végén mi Korosztébe kötöttünk ki. Élelem nem volt. Volt, azt láttam, hogy az elhullott lovaknak a bajonettál csavartak ki húst, és a nyers lóhúst, fajos lóhúst ették az emberek. Meg amit az orosz házaknál voltak nagyon sok jó indulatú orosz laposok, akik megszállták a magyarokat, és adtak egy-egy kevés kis kaját, kenyeret, sós kenyeret, meg krumplit. Korosztében ott azután ott volt a nagy gyülekező, de végén annyi volt a tető, hogy elviselhetetlen volt. Ott volt fertőtlenítésünk, de voltak ilyen egységi alakulati mozgások, tehát katonai műveletek voltak ott helyben, gyakorlatok, és akkor hallottuk meg, hogy a magyar csapatokat hazahozzák. És utána haza is hozták, és belfagiríroztak bennünket, és Lavosnén keresztül jöttünk haza. De akkor nagyon rosszul jártunk, mert a határán Lavos, azért Lavos nem léptük át a határt, és ott orvosi vizsgálaton estünk át, fertőzést állapítottak, tífuszt állapítottak meg, és az egész csapatot elvitték el táborba, és ott voltunk Szegeden egy hónapig, és Kecskeméten, azt hiszem október közepén, 43. október közepén, vagy vége felé volt a tényleges bevonulás, ahol már az ezer zenekar jött elő, játszott, és utána meg jöttek a megmaradt csapatok, de harosztálynak körülbelül, tűzabrik könnyű harosztálynak körülbelül 60%-a, tehát 6-7000 ember meghalt, megsebesült, kórházba került, fogságba került. Itt Kecskeméten nagyon hatalmas ünnepség volt, a szalagház az még nem volt, hanem mellette volt az épület, az nagyon szép városi épület, azt hiszem most is emlékünk, és azelőtt volt a tisztelgés, az ünnepség, és onnan a nagy templomtól, nagy templomtól pedig a tüzérek a Rudolf laktanyába mentek, a gyalogság pedig, akik a Horthy meg a Ferenc József laktanyával szolgáltak, azok pedig a Ferenc József laktanya udvarára kerültek, és mentek vissza, és ott találkozhattak a hozzátartozókkal. Szörnyű volt a találkozás, örömmel örjögött a család is. Közben meg rengeteg sikítás, sivalkodás, jajgatás, mert nagyon sok szülő, testvér, mennyasszony kért is, várta a hozzátartozóit, hogy a frontról hazajön, is nem találta. Volt, aki ott tudta meg, hogy elesett, mellettem esett el, mondta neki egy katona. Ahogy hazaértünk 43-ba, én rögtön kértem magamat át a parancsnoksághoz, és akkor engemet át is helyeztek. 43. május 1-én akkor lettem tizedes, augusztusban helyeztek át a Pótkeret parancsnokságra, ott pedig előléptettek szakaszvetőnek. Mint szakaszvető kerültem fogságba is, Érsekújvárnál. Amikor a Doni áttörés volt, akkor az oroszok azt csinálták, hogy Stalin orgon, nem tudom is, mellette Stalin orgon át, azt hiszem 32 lövetű, azokkal lőttek egy bizonyos bemért pontot, az egy 100 méteres sáv lehetett, akkor egy 2 kilométer közötte üres, vissza megint, ahol a csapatok mozogtak, éppen mentek hátrafelé, vonultak vissza, ott megint aztán orgonra náj volt a hangsúly. De a magyar fegyverek nagyon sok befagyott, nem is lehetett lőni. Az ezred elhagyta Kecskemétet, és Dunántúlon előszálláson ott szállásoltunk meg.
Ez előszállás a betonút mellett volt, vagy a műút mellett volt, és egy grófnak, vagy nagy gazdag úrnak a szélűs kertje volt, hatalmas szalmak azok, meg szénak azok voltak ottan, és ott én kaptam, illetve önként jelentkezőt kértek, hogy nem ő van, aki a ruszinokat visszakísérít. Mert közben még a huszárok, tenne fotóktázzal, a huszárok kérdésében az orosz csapatokat Kecskemétről visszanyomták egészen a Tiszáig. Egy másik szakaszvezetővel kaptunk megbizatást, hogy 50 ruszint vezessünk Kecskemétre. Ott bementünk, átszámolták az 50 ruszint, amikor bementek, azt mondják, hopp, állj. Mi megkaptuk a nyílt parancsot, csak egy másik szakaszvezetővel, megkaptuk a nyílt parancsot, hogy jelentkezzünk a városparancsnokságon. Tehát nem fogadtak bennünket, csak a ruszinokat. Másnap bejöttem, városházán volt a harosztály, illetve a városparancsnokság, az egység, akik az egész Bácskát, meg mit tudom, védte, Dunáig, Tisza Duna végig, és akkor megnézték az én beosztásomat, és látták, voltam a zenekar, utána a Turkert parancsnokságban voltam, és akkor rögtön azt mondták nekem, hogy itt kapok munkát. És beosztottak a város gazdasághoz, parancsnoksághoz, lőszer tisztesi beosztásba. Azt csak utólag tudtam meg, és leírtam a könyvbe is az életutamba, hogy ebben az időben a Jancsi bátyám, aki páncélos tiszteletes volt, az városföld és félegyháza térségében részt vett egy páncélos csatában is, meg is sebesült október 24-én. Akkor már szét volt szórva a hadosztály, is voltak a Duna mellett, voltak a Tisza végig, Nyárlőnint, Tisza Alpán, azon a részen, szóval ott jöttek erre felé. Amikor Kecskemétről akartak érni, október 29, utolsó napjai voltak, még láttam az utolsó német harckocsit, akik a Jókai után voltak felsorokozva és látták az oroszokat, mindegy akkor kaptuk nyílt parancsot a városparancsnokságon, hogy jelentkezünk Dunántúlon a csapattestünknél. Aztán elkerültünk Tapolca, Lajoskomárom, Enyény, Keszthely, és végig elkerültünk Komáromig. Komáromi vároknak kérem szépen, a hatos vergben voltunk elszállásolva, most Szlovákiához tartozik, és a várban volt a csapatteszt elszállásolva, és a lőrük, akkor a lőréseken lehetett látni, hogy kívül széles volt, belül meg csak éppen annyi, hogy a fegyver kitért rajta, az lehetett látni. És onnan minket áthelyeztek Garamvölgyébe. 1945. március utolsó napjában akkor vonták ki a Garam mellől a magyar katonákat. De közben még ott töltöttünk egy pár hónapot, akkor volt lehetőségem, illetve szerencsém vagy szerencsétlenségem, hogy ki voltam az első vonalba, és akkor az egyik parancsnok mondja, hogy a víz alatt, Garamnál víz alatt építettek egy hidat, és éjszaka átszivárogtak az orosz katonák is a domboldalba. Oda beásták magukat, és mozdulatlanul voltak egész nap, és éjjel megtámadtak. És azt mondja a szakaszparancsnok, hogy figyelj meg, hogy rátette a puskájára, a szuronyára rátette a sapkát, és emelte lassan kifelé, mikor a lövészárok fölé emelkedett a sapka, rögtön lőttek az oroszok. Két vagy három üllám géppuskának a lepre alatt mi elszakadtunk, és mentünk Érsekújvár irányába. Akkor már Érsekújván orosz katonák voltak. És az orosz katonák elengedtek bennünket. Azt mondta, doba haza, menjetek haza. És elindultunk haza, és Naszvad vagy mellette van egy község. Azt mondták, igazoltattak, azt mondták az oroszok, hogy kérjünk bumáskát, kérjünk. És akkor bementünk a naszvari tanácsházára, vagy polgármesteri hivatalba,
és mondtuk, hogy milyen igazolványt jöttünk, és akkor azt mondták ott nekünk, hogy itt van az iskola köré kell ilyen háromszoros gyűrűt húzni, dróthálóból, és amikor kész lesz a tábor, akkor minket kapunk bumáskát. Amikor kész lett a tábor, akkor sajnos mi lettünk az első foglyok. Egy iskola körülötte egy terület bekerítve dróthálóval. És géppuskás, akkor már jött a géppuskás, voltak ilyen helyek képítve, és akkor vigyázták a tábort, hogy mert ügyesség ki megszokni. És onnan mentünk, aztán Váci. Vácra kerültünk, a Váci fegyházba, ott laktunk is, ott voltunk körülbelül egy hónapig. És akkor kiálltunk a Dunapartra, én kiálltam a Dunapartra egy orosz őrmester, vagy törzsőrmester, vagy ilyen dagi őrmester volt, vagy törzsőrmester, pónióval hordtuk ki a szemetet, és amikor kiértünk a kiléptünk a fegyháznak az utvának, akkor rengeteg civil ott volt. Mindenki kereste a hozzátartozóját. Bent én elmeséltem ott a sorstársaknak, hogy milyen szituáció, mennyien vannak itt. Azt mondja, miért nem üzennek haza? Mondom, hát hogy üzennek? Nincs ismerősöm. Azt mondja, menjek oda valakihöz. És oda mentem egy, a legközelebb alkalommal oda mentem egy idős bőszoknyás nénéhez, átöleltem, meg volt lepődve, sem tudom mit csinálni. És Kalocsai volt, és akkor mondtam neki, hogy egy percet kaptam, hogy beszéljek vele. Mondtam neki, hogy Batkun van, az édesapám volt erdész, azt mondja, fogja étesíteni a szülőket, ő a fiát keresi, de nem találja. De holnap megy, és az a bőszoknyás néni elment az édesanyámékhoz, édesapámékhoz Batkunra, és megmondta, hogy a fiúk Vácon van. Az édesanyám rögtön vonatra jött, meg buszra jött, és akkor elindult Vácra, de mire Vácra ért, addig már be voltunk vagonírozva, először úgy, hogy Debrecenbe megyünk, az új magyar hadseregbe, önkéntesként. Azokat mind eleve, azokat vitték első szállítványra. Hát kicsit, hogy legéleterősebbek voltak, és amikor tele voltunk, 100-an voltunk körülbelül, vagy 81 vagonban, és a vagonnak a két oldalán volt ilyen 15-20 centis átmérői luk, és ránk zárták az ajtót, akkor már sejtettük, ebből nem lesz Debrecen, ez máshol menjünk. És akkor, ahogy Szolnok, valahogy Szolnok után ott kanyarodik el a vasútvonal a Debrecen irányába, és mi elmentünk ellenkező irányába. Május 9-ét már a oroszok hadifogoly táborba, de román területen töltöttük. Hatalmas barakokba voltunk elszállásolva, egy barakba 200-350 ember is elfért, és kétszintes pricsek voltak. Fából volt a prics, fából a fejpárna is. Takarom meg, ami volt rajtad, ruha. Minden reggel a orosz katonaknak a csarkát is felemeltük, és abba tettek egy lapát, földet, és azt vittük az emelvényhöz, mert épült az emelvény, hogy május 9-ét a győzelem napját megünnepeljük. Aki nem bírt reggel fölkelni a bricsről, de még élt, mozgott, haldoklott, azokat fölrakták egy lovaskocsira, egymás helyére, egymás tetejére, ezeket ilyen meszes gödörben, amelyik fort, javában fort, abban beleöntötték ezeket a katonákat. Csak életerős fiatal emberek voltak. 40 évig, 18 évtől 40 évig. Leventék már voltak fiatal. Ott aztán, utána bevahíroztak bennünket, és elindultunk. És végső álltunk Donyecig, Lisincről. Ott szálltunk ki a vonatról. A vonatról ötös sor váltottak bennünket, divatos az ötös sor az oroszoknál. És akkor kimentünk a szálláshelyre. Hát az Lisincről volt, úgy hívták. Egy nagy ilyen szakközépiskola lehetett, semmi nyílázáró nem volt. Se ajtó, se ablak, semmi nem volt. Ott szállásodtak el bennünket, de ott már jobb módszer volt, mert ott a
gyalulatlan deszkából volt a picsünk, azon aludtunk, és gyalulatlan volt a fejpálmánk is. Nagyon most a körülmények között. Lefertőtlenítettek bennünket. És brigádokat alakítottak, és szerencsénkre, vagy szerencsémre az egyik építő brigádnak a vezetője élettem. Ott a foglyok hatalmas területe voltak. A brigád vezető, azt életemben nem felejtem el, Nona Mikolájanának hívták. Ez egy építész, mérnök, fiatal nő volt, nem volt 30 éves, aki egy évig ösztöndíjon volt Angliába. És az nagyon megtetszett, megszerette a nyugati kultúrát, és amikor az lett a brigád vezető, mert egy két-három hónap után következett ez be, pedig más vezetőnk volt, egy durva, kemény, szigorú. Ez a Nona Mikolájának minden nap megkérdezte, Stevasi, hogy a Skolkon ez procentot, hány százalékos munkát végeztünk. Mondtam, hogy én nem tudom. És mindig 110-115, mindig 100% fölött adta a procentet, úgy hívták, mert azt le kellett adni az irodába, a parancsnokságban, a lágerbe, és ennek alapján másnap, ha 100%, 110% fölött volt a teljesítményed, akkor a káposzta, vagy a csalánleves, vagy a romlott krumpli leves után még kaptál egy kanál budist. Még kaptunk két kis kanál cukrot. Én a cigarettát mindig elcseréltem cukorra, vagy kenyérre. Kenyér pedig, húzdak a kenyérját, de nem volt nagyobb, mint egy zserbó. Ilyen vastag, szalonnás réteg benne tele tuklászal. Szóval, hogy volt a búzó, hogy megölölték, tuklászok, ezt adták. Amikor volt Magyarországon a választás, amikor a kisradapártot is megbuktatták, és akkor a Rákos sikerült hatalomra, akkor utána kint, egy héten belül jobbra fordult a foglyoknak a sorsa. És akkor azt mondták, hogy egy éven belül haza kerülünk. Mi foglyi táborunkban egyetlen egy polgári személy nem volt. Csak kizárólag olyanok voltak, akik katonák voltak. Német katonák, olasz katonák és magyar katonák. Ebből 2500 volt a magyar katona, pár száz a német, meg az olasz. Hát annak, hogy jöttek haza a foglyok, annak mindenki örült. Nagyon nagy öröm volt. Egyébként meg már nyomorúság volt. Hát szegénység volt. Akkor abban az időben lett a forint is valahogy, azután 49-ben, hát vagy mikor, akkor lett a forint bevezetve. Hát Rákos teljesen átvett a hatalmat, és kisgazdapárt gyakorlatilag beadta a derekát. Én nem voltam részese az 56-nak ilyen vonatkozásban, mert akkor már elvészett, akkor üzemességben kint laktam Nyárgyőincen, 51-től, és 100-150 dolgoztak. Ott a Csikós Pista volt, aki gyűjtötte, voltak, akik gyűjtötték ilyen szépen a kosztot, meg a csomagokat. Jó Gyula féle villába volt az iroda, meg én is ott laktam, ott volt egy pince, ott volt is egy pár éjszaka Csikós Pista. A Kulák részről, hát a család, a bátyám az észrevette, meg az édesapámat el akarták vinni Gulákra. Azt egy Herceg Imre, mert pártitkár volt ez a Herceg Imre. Zúborni kér szépen, azon nekem is meggyűlt a dolgom, mert az akart az apámat elvenni, még lesöpölte a padlásokat a Matyi bátyámnál is, meg szóval mindent vittek, meg beszolgáltatás, nagyon kemény beszolgált, nagyon, az nagyon rossz időszak volt. És a Zúborni kérlek szépen 56 után elkerült lakitelekre. Akkor én már elrész voltam, és mentem kerékpárra a lakitelekre, és ahogy megyek, hallom, hogy tördelik a fának az ágát lefelé. Letettem a biciklit a domb oldalára, vagy a út oldalára, a 44-esnél, és elmentem a hang irányába.
közelében belloptam egészen közelről, és nézem a zúborné. Akkor vállára vett a fát, hosszú fát, azt vitte. Mondom, Zúbor néni, hát ide jutottunk. Amikor már erdészetvezető voltam, akkor a Zúbor néni leszállt a vonatról, bejött hozzám, és kereste a Szeverényi elvtársat. És bejött és sírva paraszkodott, hogy a fia, a Béla kirakta a lakásból, és berakta ilyen kis rúgba, ilyen kamnába, ott oda helyezte el, és nem tud fűteni sem. És akkor már akkor rajgaz volt a cégnél, amiben volt ilyen pakoló részhely is, és akkor azt mondtam a Tamasi Jóska, azt hiszem, lehet, hogy Tamasi Jóska volt, hogy Jóska, szóljál már a Varasdi Kálmánnak, hogy jöjjön be. Bejött a Kálmán, mondom, Kálmán, a rajgaz a tügye a Zúbor néninek egy kis fát, szőlőkarombéget, és küldött vagy két vagy három méter már a fát kérlek szépen abban, annak az Zubornének, aki a családot ki akarta nyírni. A legrosszabb az uribi harcok voltak, amikor visszavonulás volt. De az csak az rövid ideig tartott. A fogság az 43 és fél évig tartott. Úgyhogy az volt, ez a kettő volt a legnehezebb. Feleségül vettem egy tanítónénit, akivel 60 évet éltem együtt, meghalt szegény. Nagyon keresztény, nagyon vallásos életet élt a család. Van 3 fiam, van 8 orokám, a 8 orokából van egy ügyész, büntető ügyész Kecskeméten. Van egy, aki most végez, egy orokám, a jogod most végez Szegeden. Van 3 mérnök. De hát a feleségem, a húgom, a sógonom, mint pedagógus volt. Pedagógus és katona. Nagyon kicsi, de nagyon kevés. Ragadjon rájuk, és szívják magukba a hazaszeretetnek, a hazával való történésnek azt az időszakát, mielőtt mi kikerültünk a fogságba, mielőtt kikerültünk a frontra. Itt olyan nemzeti lét volt, örjöngött mindenki magyarországi. Hát ez ki volt írva, nem soha, Csonka Magyarország, Magyarország, egész Magyarország, Csonka Magyarország, nem ország, egész Magyarország, ez uralta kér szépen a pici gyerekeket is. Nem érzem a hazaszeretetet, mindenki a magának akar érni. Én megmondom őszintén, én azzal sem értek egyet, hogy legalább egy fél évre, hogy a mai fiatalokat nem viszik el katonának. Nem tudják mi az, hogy hát én életemben állítom neked, én 30 évig voltam az erdészet vezetőkére szépen, most már 30 éve vagyok nyugdíjba, 30 éve, most nem töltöm be, nem sokára 30-at töltöm, július 30-án töltöm a 30 évet, hogy nyugdíjba vagyok, de én életemben egy percet nem késtem. Dr. Szeverényi Ildikó, az ura, Dr. Mészáros László, az Szingapúrba él ma is. Amerikában és Szingapúrba. Fiamnak a másik lánya Finnországban él. Az ura kint zenél, és tolmácsa, kormánynak a tolmácsa. Kint vannak. És azok, mikor hazajönnek, mindig azt mondják, fiaik magyar iskolába jár, meg angol iskola az egyetemen, és mind azt mondja, letelik a szerződésük, azonnal jönnek azon. Tehát kinti tapasztalatokat szedjék össze, kinti tapasztalatokkal, meg azzal a hozzáállással, akár a munkaterén, akár az egyéniségterén, azt, amit magukba szívtak, azt azzal gazdagodva jönnek haza, és itthon kamatoztassák a tudásukat.